Köszöntöm nézőinket, az Apáti Hírmondót látják, ez alkalommal utoljára. Jász Apáti legfontosabb híreiről, eseményeiről természetesen a jövőben is beszámolunk, átalakult televíziós műsor struktúránkban. Hetente három alkalommal, hétfőn, szerdán és pénteken jelentkezik a Jászság, köztük a Jász Apáti híreivel is. Nézzük, mit láthatnak utolsó Apáti Hírmondó című műsorunkban. 1,8 milliárd forint Jász Apáti költségvetése. Ennek jelentős hányada a városi pályázati források fejlesztéseit erősíti. Városvezetői és bizottsági elnöki értékelések a település idei büdzséjéről. Világszerte 100 millió életet ontottak ki az 1919-es kommunista diktatúra idején. Előttük tisztelegtek a kommunizmus áldozatainak emléknapján. Új szemlélet, új műsorok, új stúdió. Több mint 10 év után teljes struktúrát vált a Jászság térségi televíziója. Február 15-én soros ülést tartott Jász Apáti város képviselőtestülete, ahol a második napirendi javaslat alapján a 2018. évi költségvetés elfogadásáról döntöttek. Farkas Ferenc polgármester stúdiónkban elmondta, hogy a költségvetés fő irányelve a konszolidált takarékoskodás lesz. Köszönöm szépen, 9 igen szavazattal elfogadtuk a februári soros testületi ülésen fogadták el a város idei költségvetését, mely több szempontból is eltér a korábbi évektől. A 2018-as büdzsé főösszege 1,8 milliárd forint, azaz 700 millió forinttal több, mint tavaly, és ez az összeg nem tartalmazza az ebben az évben érkező 4 milliárd forintos pályázati forrást. Tulajdonképpen ez a 1,8 milliárdos költségvetési főösszeg a valós a 2018-as évet érintően, azonban a 2020-ig terjedő pályázati időszakban, a pályázataink sorában valóban, és azzal kiegészülben valóban 4,7 milliárdnyi fejlesztés érkezik Jász Apátira, és reméljük, hogy még ezt követően számolhatunk további fejlesztési lehetőségekkel is. Farkas Ferenc polgármester stúdiónkban elmondta, hogy a költségvetés fő irányelve a konszolidált takarékos gazdálkodás lesz, és ahogyan az elmúlt években is a költségvetés összeállításánál arra törekedtek, hogy maradéktalanul ellássák a kötelező feladataikat. Én nagyon örömteli, hogy a költségvetési főösszegünk már jóval magasabb, mint az előző évi. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan tudjuk beépíteni a pályázatainkat. Ez az időszak lesz az, amikor úgy gondolom, hogy el tudjuk végezni ezt a feladatot, amit célként kitűztünk. A polgármester azt is elmondta, hogy Jász Apáti részben az elmaradásait igyekszik behozni a következő fejlesztésekkel, illetve ezeknek a beruházásoknak köszönhetően előrébb lépni a gazdasági fejlődésben, mert egyelőre még bizonytalan, hogy milyen pályázati lehetőségeket tartogat a 2014-2020-as uniós ciklus utáni időszak. Jász Apáti 2018-as költségvetése 1,8 milliárd forint, ami 74%-kal több, mint a tavalyi. Ennek fő oka a fejlesztési forrásoknak az önkormányzaton átfutó tételei, mondta Borbás Zoltán, a pénzügyi, tulajdonosi és vagyonkezelői bizottság elnöke költségvetési értékelésében. A pénzügyi, tulajdonosi és vagyonkezelői bizottság a legfontosabb szereplő a mindenkori költségvetés kialakításában, a város vagyongazdálkodásában és a pályázati források átfuttatásában. Lényegesen nagyobb összegeket kezelünk és futtatunk át a rendszerünkön, mint a korábbi években. Nyilván ez nagyobb felelősséget és több munkát is ró ránk. Borbás Zoltán, a pénzügyi bizottság elnöke elmondta, az idei a fejlesztések éve lesz. A pályázatokból adódó fejlesztési forrásoknak köszönhetően a költségvetés 74%-kal növekedett a tavalyi évhez képest. Az elnök elmondása szerint működését tekintve várhatóan 44 millió forintos többlettel tudják zárni majd a költségvetést, és az állami támogatások továbbra is fedezik a város költségeit. Az adóbevételeink azok most már tartósan 200 millió forint körül realizálódnak éves szinten. Ennek a legnagyobb hányada ugye az iparűzési adó, amely 175 millió forinttal van tervezve 2018-ra. Ez már több mint kétszerese annak, ahogy 2010-ben a kormányrudat átvettük a településen. Borbás Zoltán elnök kérésünkre kiemelte a költségvetés legfontosabb tételeit. Ha két részre szeretnénk bontani a költségvetést, akkor azt lehet mondani, hogy a főösszeg 60%-át működésre és 40%-át településfejlesztésre fordítják.
Utóbbi tételben kapnak szerepet a város önerős beruházásai, mint például a sportöltöző építése vagy a civil szervezetek támogatása. Egy 3 éves átfutás alatt alakult ki ez a mi kis költségvetési részünk a bizottságunknak, ez a 3 millió forint, ami fölött diszponálunk, és ebből eddig minden évben maradt meg. Mutatja a pályázóinknak a aktivitását, hogy a 2017-es évben már egy viszonylag jelképes összeg, azt hiszem valami 150 ezer forint körül maradt csak meg a 3 milliós keretből, de előtte rendre ilyen 500 000 körül maradt meg. Tehát azt gondolom, hogy 18-ra is elegendő lehet ez a forrás. A bizottság saját 3 millió forintos költségvetéséből továbbra is a beérkezett civil szervezetek kérelmeit bírálja el. Egy-egy civil szervezetet maximum 50 ezer forint értékben támogat a bizottság. A Közbiztonsági, Szociális és Nemzetiségügyi Bizottság a megszabott szociális normatívák egy része felett dönthet. A szociálpolitikai kiadások 37,5 millió forintot jelentenek az idei évben. Boris László szerint feszes, de tartható lesz a 2018. évi költségvetés. Köszöntöttem a jelenlévőket. A Közbiztonsági, Szociális és Nemzetiségügyi Bizottság 3 nagy területén számos feladatot végez. Ilyen többek között a szociális támogatások elbírálása, közbiztonsági feladatterv megalkotása. De azt gondolom, hogy ami nagyon fontos, tehát így a pályázatokból látszik, hogy a fejlesztések azok megvalósulnak és haladunk tovább. Boris László bizottsági elnök szerint jól sikerült az új év költségvetése. Feszes, de tartható lesz, mellyel az önkormányzat működése is biztosított. A szociális támogatások tekintetében, gondolok itt a települési támogatásokra, azok tekintetében most is jelentős, mintegy 32 millió forintos tétel áll a bizottság rendelkezésére. A 2018-as évben a szociális ellátottak pénzbeli juttatása 37,5 millió forint. Kimagasló tételek ezek közül a 8,7 millió forintos támogatási összeg, mely a hulladékszállítási díj viseléséhez nyújt támogatást, illetve a 8 millió forintos keretösszegű lakhatási támogatások. Első tulajdonú lakás építésének, vásárlásának támogatására ugyancsak jelentős 3,5 millió forintot különített el a városvezetés. A tűzifa támogatás a szociálisan rászorulók részére idén is 2 millió forintot jelent. Az önkormányzat által nyújtott ösztöndíj még kidolgozás alatt van. Most van kidolgozás alatt, tavaly évben kezdtük el, és erre az évre már a költségvetési forrás is van elkülönítve. A hiány szakmában dolgozókat keresnénk, akik felsőoktatási intézményekben tanulnak, és szeretnének itt Jászapátérre telepedni, munkát vállalni, őket ösztönöznénk egy ilyen ösztöndíjjal. Bár az önkormányzat által nyújtott ösztöndíj kiadási jogcím még kidolgozás alatt áll, erre 1,5 millió forintot különítette az önkormányzat. Az érettségig. Pallag Imrénét is kértük, hogy foglalja össze gondolatait a 2018-as városi büdzsével kapcsolatban. Az elnök értékelésében elmondta, a tudatos, takarékos, ésszerű gazdálkodás eredményeként a költségvetés tükrözi a városi célokat, melyek megvalósításához a tárgyi és személyi feltételek is biztosítottak. A Jászapáti Vallási, Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottsága jelentős feladatkörei ellenére sem rendelkezik költségvetési tételek felett. Csak javaslattételi joguk van, illetve más nem költségvetési kérdésben bírálnak el beszámolókat, pályázatokat. Látszik a költségvetésen, hogy készítői nagyon odafigyeltek arra, hogy az önkormányzatnak a kötelezés, az önként vállalt feladatai megfelelően legyenek majd biztosítva az év során. Pallag Imréné úgy véli, átláthatóság, biztonság és takarékosság jellemzi a 2018-as költségvetést, melyben a tárgyi és személyi feltételek is biztosítottak, és a városi büdzsében jól megjelennek a város legfőbb céljai. A költségvetés készítésénél nagyon fontos volt, hogy biztosítva legyenek az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása, a szociálisan rászorulók támogatása, a 2017-ről áthúzódó beruházások biztosítása, illetve a városfejlesztés, városüzemeltetés. A Jászapáti Városi vagy a Bursa Hungarika felsőoktatási ösztöndíjpályázat együtt több mint 1 milliós támogatást jelent. A nyolcadikosok szociálisan rászoruló diákok továbbtanulására igényelhető Arany János program idén 150 ezer forintból gazdálkodik. A bizottság intézkedési területeihez is tartozik a civil szervezetek 14,2 milliós támogatása is. A
Bizottságunknak egy másik ezévi első nagy feladata annak a kiadványnak az elkészítése, amely a városban működő civil szervezetek, alapítványok, egyesületeknek a munkáját mutatná be. Ehhez társulna egy programnaptár is, mondta el Pallag Imréni, a bizottság elnöke, amely a város, az intézmények és a szervezetek programjairól, azok időpontjáról adna bővebb tájékoztatást. Én úgy gondolom, hogy a mi bizottságunk tekintetében azok a pénzügyi tételek biztosítva vannak, mint az előző években. A költségvetésből a bizottság feladatköreihez köthető összeg a tavalyi évben is elég volt, így feltételezhető, hogy az idei évben is így lesz, mondta el Pallag Imréni. A költségvetés és a pályázati forrás. Ifjú Pócs János szerint sikeres költségvetési év lesz az idei, ahol a sportszakosztályok mellett kiemelkedő támogatás érkezik az idegenforgalom növelésére és a környezetvédelem fokozására is. A 2018-as költségvetést értékelte és ismertette saját szemszögéből a Sport, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság elnöke. A Jászapáti Sport, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság három feladat körében a helyi sportegyesületek támogatását, a helyi turisztikai adottságok népszerűsítését és a környezetvédő zöld beruházások megvalósítását végzi. Gondolom, hogy 2018 egy sikeres év lesz. Ennek a megelőlegezett bizalmát mutatja, mondta el Pócs János, a bizottság elnöke, hogy a képviselőtestület tagjai egyhangúlag fogadták el a költségvetést. Újabb sikeres költségvetési évet lát maga előtt Pócs János bizottsági elnök, melyben jelentős állami támogatást kapnak a sportszakosztályok. Kiemelte mindazokat a pályázatokat, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy növeljék városunk turisztikai vonzerejét, és köszönetet mondott a lakosságnak és a vállalkozásoknak, hogy adójukkal hozzájárultak a költségvetési főszám végösszegéhez. Idén is jelentős támogatást kapnak a helyi sportszakosztályok, sőt az elmúlt éveket figyelembe véve azt is mondhatom, hogy évről évre egyre nagyobb támogatásban részesülnek. A bizottság három ágazatában kiemeltük a legjelentősebb tételeket. Csak sportterületen 65 milliót költ az önkormányzat. Az idegenforgalom növelése érdekében 17 millió forintot, a környezetvédelem területén 12 millió forintot költ az önkormányzat, mely utóbbi tételhez több mint 307 millió forint pályázati forrás érkezett még. Úgy gondolom, hogy ez a támogatás kielégítő. Természetesen örülnénk neki, hogyha jóval többet tudnánk adni, mondjuk a sportra, de az elmúlt éveket figyelembe véve úgy gondolom, hogy ez is egy jelentős támogatás, és ahogy mondtam, évről évre egyre nagyobb támogatást tudunk adni a sportolóknak. Ifja Pócs János szerint a három bizottsági ágazatuk valóban a város élhetőségét szolgálja. Milyen az élhető környezetünk, mennyire vonzó a város szolgáltató szférája, és persze a kultúra mellett a sport milyen szerepet kap egy felvilágosult, egészségtudatos városközösségben. Február 24-én szombat délután Jászapátin is megemlékeztek a kommunista diktatúra ártatlan áldozatairól. Koszorúzással, emlékműsorral tisztelegtek a Városi Könyvtár előterében, dr. Rakovszky Iván emléktáblájánál, majd a volt járásbíróság épületénél dr. Jó Andor domborműves emlékképénél is főt hajtottak az emlékezők. Világszerte 100 millió életet ontottak ki az 1919-es kommunista diktatúra idején. Kelet- és Közép-Európában a rendszer áldozatainak száma elérheti az 1 milliót. Ennyi ember vesztette életét kivégzés, éhínség miatt, vagy a kényszermunkatáborok embertelen körülményei között. Oly korban éltem én a földön, mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként kéjjelölt, nem csak parancsra. És míg balhitekben hitt, stajtékzott téveteg, befonták életét vad kényszerképzetek. Radnóti Miklós Töredék című versével köszöntötte az emlékezőket Kőkén Gábor műsorvezető, az emlékezés első helyszínén a Városi Könyvtárnál elhelyezett Rakovszky emléktáblánál, majd méltatta a Jászapátira deportált két világháború közötti politikus, belügyi és kultuszminiszter munkáját. Ezt követően Babuts Zoltán hadtörténész mondta el ünnepi beszédét. Következik 1918, az összeomlás időszaka, jön a kommunista diktatúra, az első diktatúra, de a Kumbiláiféle dicsitelen 133 nap, amikor a kommunisták szépen előveszik a fiatal Rosszner bárót, elveszik a birtokait. A hadtörténész elsőként a jársági kötődésű báró Rosszner Istvánra emlékezett előadásában,
aki nemzete boldogulását kereső fiatal báró volt. Roster báró egy különítmény szervez, és a Lehár ezredesféle különítménnyel együtt a Dunántúlon tisztogató akcióba kezdenek, ugye ők segítenek összefogdosni a kommunista gyanús egyeneket, majd a későbbiek folyamán meghirdeti, mármint mezőgazdász, a zöld mező mozgalmat. A gazdálkodásnak szentelte életét, majd a kommün hatalomra jutásakor birtokát elvették, de a helyiek nyomására tovább vezette gazdaságát. Mivel ellenforradalmi szervezkedésben vett részt, letartóztatták és halálra ítélték, amelynek végrehajtását a tanácskormány bukása hiúsította meg. Már 1939-től kezdve bekapcsolódott a független kisgazdapártnak a munkálataiba, részt vett az ellenállási mozgalomban, így ennek köszönhetően 1944. március 19-ét követően a németek letartóztatták, és ki akarták vinni magukat. Rossner báró után Hámori Zoltánra, az ifjú baloldali kisgazdára emlékezett Babuts Zoltán hadtörténész, aki az 1956-os forradalmi események során került Tildy Zoltán miniszterelnök helyettes környezetébe, ahol titkárság vezetőként tevékeny harcosa volt a kisgazdapárt felélesztésének. A város vezetősége és valamennyi intézmény szervezet koszorújával fejezte ki tiszteletét dr. Rakovszky Iván emléktáblája előtt. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van. Nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben, nem csak a vallató szobákban, nem csak az éjszakában kiáltó őr szavában, ott zsarnokság van. Az emlékezők dr. Jó Andor emléktáblája előtt is fejet hajtottak. Dr. Jó Andor járásbíró volt Jászapátin, akit a diktatúra alatt szidalmaztak, vertek, mert még az előző igazságszolgáltatás embere volt. Szembeszállt az igazságtalansággal. Ezért megölték. Struktúrát vált a Jászjó Televízió. Több mint 10 év után teljesen új műsor struktúrával, de továbbra is a jásság legfontosabb híreivel jelentkezik a Jászjó Televízió. Márciustól hétfő, szerda, péntek. Heti 3-szor láthatják majd friss híreinket, magazinműsorainkat és sporthíradónkat. Mutatjuk, hogyan alakul át a stúdiónk, és milyen változásokra számíthattak nézőink a következő héttől. Szinte felismerhetetlen, hogy ebben a helységben köszöntöttük Önöket hétről hétre a Jásztrió Televízió híreivel, a megszokott tematikus és települési műsorainkkal. A teljes stúdió szerkezet és díszlet átalakul egy több mint 1 millió forintos struktúraváltó beruházás eredményeként. Azt gondoljuk, mindenkinek meg kell újulnia. Van, ami 7 évente, van, ami 8 évente. A televíziónk megérett arra, hogy egy teljes struktúraváltást hajtson végre. Hétfő, szerda, péntekenként friss hírekkel kívánunk jelentkezni, de ez azt is jelenti, hogy a régi műsorainkat bedolgozzuk ebbe a 3 napba. Úgyhogy nem települési magazinokkal, hanem egy jászsági térségi hírműsorral várjuk majd a nézőket március 2-ától. Új perspektívában, új effektekkel és új eszközökkel készülnek majd a Jásztrió TV hírműsorai márciustól, de nem ez a nézőket érintő legfontosabb változás. Eltűnnek a képernyőről a heti, illetve kétheti rendszerességgel gyártott települési hírműsoraink és magazinjaink, melyek híreit egy heti 3 adással jelentkező híradóban foglaljuk össze Önöknek. Az a célunk, hogy a térségi televízió megérje a térségi elnevezést, tehát végre ne csak az eddigi bekapcsolódó, eltartó települések jelenjenek meg a műsor struktúrában, hanem megtartva az ő előnyüket természetesen, és a hírkiadó képességüket, figyelembe vesszük a kis településeket is. Tehát, ha szeretne egy kis település, például Jászjákó Halma, egy kis hírt megjeleníteni nálunk a jövőben a televízióban, erre van lehetősége, illetve mi is igyekszünk majd több térségi, a jászságot érintő hírrel foglalkozni, hogy kiszolgáljuk a vételkörzetünk minden televízió nézőjét. Az új struktúrában nagyobb prioritást helyezünk internetes platformjainkra, így a legfrissebb híreinket elsődlegesen Facebookon, YouTube-on és a jttv.hu oldalon találhatják meg az érdeklődők.
Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ezek a híranyagok a televízióban nem jelennek meg, csupán az internet adta gyors hírközlés előnyét szeretnénk kihasználni. Egészen biztosan rövidebb és frappánsabb hírekkel fogunk majd, viszont gyorsabban fogunk reagálni a történésekre egyrészt. Másrészt pedig az új műsor struktúrában sokkal gyorsabb megjelenésekre van lehetőség, plusz a hírháttérben több stúdióbeszélgetéssel fogjuk megvilágítani majd az adott témákat. Visszakerül a sport, ami már régóta vágyott történet. Itt a mi televíziónkban. A kultúrát sem fogjuk elhanyagolni, természetesen két hetiből heti kulturális műsorra fogunk váltani. Tehát március 2-ától heti háromszor, hétfőn, szerdán és pénteken jelentkezik friss hírekkel a Hír 18, a Jársák híradója 18 településről 18 órakor. A Hír 18 után hétfőn a Lelátó című sporttematikájú magazin műsorral folytatjuk adásunkat, szerdán a főként közéleti, politikai és gazdasági témájú nézőponttal jelentkezünk, míg pénteken kulturális magazin műsorunkkal, a Fámával várjuk Önöket a televíziók elé. Az Apáti hírmondót látták. Műsorunk ebben a formában több mint 10 évig futott, de ahogy az előző percekben hallhatták, a jövőben sem maradnak jászapáti hírek és információk nélkül. Tartsanak velünk március 5-én hétfőn 18 órakor, Hír 18 című jászsági híradónk debütálásakor, ahol többek között jászapáti legfontosabb híreivel, eseményeivel továbbra is találkozhatnak. Köszönjük, és a jövőben is kérjük figyelmüket. Híreinket, információinkat megtalálják a Jászrió Televízió honlapján a jttv.hu-n, vagy kövessenek bennünket a Facebookon, ahol már több mint 10 000-en teszik ezt. Minden jót, viszontlátásra!